Kezdjük talán a legelején egy bemelegítő kérdéssel. Hogyha mondjuk kinyitok egy Zsigmond Vilmos életrajzot, akkor általában az első bekezdés az mindig arról szól, hogy 1956-ban archív felvételekkel operatőrök elhagyták az országot és külföldre távoztak. Ez ugye a száraz tények, és akkor vannak különböző történetek, hogy sikerült ezeket a filmeket kivinni, meg alapvetően, ha egy kis háttér kapnak, ez kinek az ötlete volt, mivel sikerült kimenni, hogy sikerült kimenni, el lehet mondani az autógumi sztorit is, amit én már ismerek, és hogy alapvetően mekkora biznisz volt ez, hogy mondjuk kimentetek ezekkel a felvételekkel. Ez jó sok kérdés volt egyszerre. Pihenni szeretnék most akkor. Hát az hogy is történt az, hogy mindenki elkezdett forgatni, én Sáros Annyi itt van, majdnem egy osztálytársam volt, egy-két évvel ezelőtt volt lent, ismeritek őt biztosan. A mesterről beszélünk, ő egy mester. Hangosabban beszéljek? Vagy lehet följebb tenni a... Így? Ezt nagyon nehéz tartani. Szóval mindegy, az történt, hogy nem tudom én, amikor kitört a forradalom, és ledöntötték a Stalin szobrot, mindenki az utcán volt. Aztán valaki két-három napra később valaki azt mondta, hogy de Jézus, ez kellene forgatni egy filmet erről a forradalomról. És akkor kezdtük el forgatni tulajdonképpen, és hát mindenki forgatott ott, nem csak Alaci, nem csak én. Sára, nem tudom, te hol voltál, amikor te is voltál valahol, igaz? Szóval mindenki forgatott, akinek volt egy gépe. Nekünk nem volt gépünk, mert már előttünk valaki elvitte. És erre a Kovács Lacival találkozom az utcán, és mondja, te menjünk fel a főiskolára, ott van egy Ariflex, valószínűleg azt tudjuk használni. Hát fel is mentünk hozzá, nem csak volt egy Ariot, hanem még film is volt a főiskolán akkor még. Szóval vettük a filmet, kamerát, mindent, forgattunk egy pár napig, ameddig lehetett, és ameddig a film eltartott. Aztán jött a kérdés, hogy ki kell vinni ezt valahogyan. De ez ott történt már a filmgyárnak az udvarán. Mi filmgyárnak neveztük el annak idején a stúdiót, ugye? Nem tudom, miért gyárnak neveztük, mert mi azt hittük, hogy ez nem olyan, mint hogy nem tudom én, mit kell gyártani, ugye? Hát filmgyár, oké. Okay. Szóval összegyűlt az egész társaság, mennem minden operatőr, rendező, autót, és tudták azt, hogy mi forgattuk filmet, és mondták, hogy kellene valamit csinálni a filmmel, mert itt baj lesz, jönnek az oroszok, majd mindenkit letoltoztattak, filmet el fogják venni, meg minden. Mert valaki kitalálta, hogy a filmet elsősorban el kell rejteni. De igen, hát hogy kell elrejteni a filmet? Az, hogy ne találják meg. Szóval valakinek volt az ötlete, hogy ezt le kell kopírozni ezeket a filmeket, duplikációt csinálni belőlük, és akkor az egyiket azt ott hagyjuk a laboratóriumnak a helyén, és amikor jönnek, azt elvihetik, hogy akarják, de mi el fogjuk dugni a duplikált dolgokat. És hát ez történt. És akkor volt egy másik ülés a filmgyárnak az udvarán, hogy na most már megvannak már ezek a filmek duplikában, minden, de kellene, hogy valaki kivigye őket Ausztriába. És ki az, aki vállalkozik? Hát az igazság az, hogy senki nem vállalkozott. Senki nem gondolt arra abban a pillanatban, hogy diszidáljon. Úgyhogy hát én feltettem a kezemet először. És mert az apám akkor külföldön volt, Marokkóban, Casablancában, és gondoltam, hogy jó lenne, ha meglátogatnám őt, mert ez minden Ausztrián keresztül vezet, szóval én, akkor jött egy másik ember, a Vas, mi is a nem Vas, Imre vagy nem, mert hívták. Ő is akart jönni Ausztriába, szóval már voltunk ketten, akkor Lacival találkoztam még egyszer két nappal később, hogy most már mennünk kell, és volt egy, tudtunk szerezni egy ilyen teherautót, és
le kellett, hogy kurigáljuk a filmet, mert ezresekben volt, amit ide adták, hogy vigyük ki. Le kellett menni kisebb darabokban, 400 feet-es vagy 120 méteresre, és beletettük egy pótkerékbe. Beleraktuk így körbe a pótkereket, hogy azzal majd, mintha a traktát, vagy a hízek, hogy a terrorotónak lenne egy ilyen tartalékja. Másnap el akartuk indulni, rájöttünk arra, hogy letiltották az összes kocsit. Akkor már ugye az oroszok, akkor már régen ment voltak, és már harcok megkezdtek úgy lecsillapodni, és az uralom majdnem már visszajött annyira, hogy letiltották ezeket. Na jó, kivenni a filmeket a kerékből, és beletenni ilyen kis kézi podgyászba. Azzal visszük majd ki. És akkor lementünk egy vonatra, vonat elmentem Sopronon túl, addig, amíg valaki egy ilyen vezető, a kocsi vonatvezető kiabált, hogy aki egyáltalán tovább akar menni, az már gyalog kell, hogy menjen, mert hogyha beviszünk benneteket a végállomásra, onnan mindenkit letartóztatnak, és megy vissza mindenki Budapestre. Szóval gyalog folytattuk az utat, és éjszaka még megálltunk, a Vas Feri, úgy hívták, volt egy rokonná után a határon, és ő egy ilyen idegen vezető volt. Ő ismeri a vidéket, minden, ő fog minket átvinni a határon. Igen. Hát elindultunk, és hát ez a pacák, aki egy ilyen híres idegenvezető volt, az bevezetett minket egy ilyen orosz táborba. Jöttek az oroszok a davajgitára, bevitek minket egy ilyen campgroundba, ahol már gyerekek ültek a tűz mellett, nagyon hideg volt, esett az eső, és valami 15-20 ilyen kicsi gyerek, 13-14 évesek ott ültek, melegedtek a tűzbe, és ki akarták küldeni őket vissza ugye Budapestre is. És miután elkezdtük gondolkozni, most mit csináljunk, és akkor jött két ilyen orosz tisztura, és megvesztelgettük őket, szóval, hogy mondtuk azt, hogy mi itt lakunk a határnál, akármit, amit akarnak, menjenek el, odaadtuk órát, mindent, ami érték volt a zsebünkben, és elengedtek bennünket. De közben azt elfelejtettem mondani, hogy mi láttuk az oroszokat jönni, elfogni bennünket. Mi beszaladtunk, egy kukoricásba voltunk, és voltak ilyen kukoricakópik ezen a helyszínen, és oda mi eldugtuk a filmet. Nem akartuk, hogy filmet kezünkkel meglátják, és hát mit tudom én, mit csinálnak vele. Vagy agyonlőnek minket, vagy mit tudom én, hogy mi lesz. Szóval ezért eldobtuk a filmet, beszaladtunk volna. Ők azt hitték, hogy mi csak el akarjuk dugni magunkat, ők tőlük persze, miért onnan kijöttünk a kukoricásból, és hát bevitek minket erre a helyszínre, ahol a tűz éget. Szóval mindegy, rövidíteni dolgokat, másnap már sikerült átmenni a határon. Egyenesen mentünk be ez a filmlaboratóriumba a filmmel. Volt olyan film, ami még nem volt lekopírozva, amit a Kovács Lacival együtt forgattunk, jobban nem tudom én, 3 vagy 4 ilyen 120 méteres darabot. És azt ott előhívtuk, és annyira féltettük azt, hogy nehogy ellopják azt a filmet, hogy végigkísértük a sötétben a filmet, amin ment a fejünkbe. Azt hittük, hogy el fogják lopni a filmet, hogy nagy érték van a kezünkben, igaz? Szóval mindegy, előhívták a filmet, kopírozták a filmet, most már azt kellett csak, hogy találjuk valakit, akinek kell a film. És hát kellett találni valakit, és a laboratórium már aggódott egy hét után, hogy ki fogja kifizetni ezt a költséget az előhíváson. Mert pénzünk az nem volt, ugye. Azt is már leadtuk mindenhol. Szóval az történt, hogy az NBC, ugye annak volt egy képviselője, az megtudta, hogy mi hol vagyunk meg. Hát hotelben voltunk, elszállásolva. És hogy adtak $100 azért, hogy először ők lássák a filmet, ami a kezünkben van.
és hogy adjanak nekünk valami pénzt azért. NBC megnézte a filmet, azt mondták, hát ez az anyag, ez mi ez az anyag, ebben nincsen lövöldözés, senki nem hal meg benne, nem kellett nekik a film. CBS megnézte, nekik se kellett a film. Szóval nem kellett a film senkinek se. Ott állunk megfürödve, a hotelszámlát nem tudtuk fizetni, és a laboratórium számlát nem tudtuk fizetni. Erre a laboratórium kezdette gondolkodni, hogy kinek kellene a filmet ezt eladni. Fölhívták az America Voice of America-t, meg a Free Europe-ot. Azok küldtek egy pár embert, hogy megnézzék a filmet majd, hogy kellene nekik, vagy kellene, nem kell a film. De aztán jött egy jobb megoldás, a Kárpáti Film, ez egy Erdély István nevű magyar producer, aki Münchenbe élt. Ő már összegyűjtött minden filmet, ami akkor kikerült Magyarországról, és ő neki kellett ez a film. Nem azért, mert ő neki esetleg ez nem volt meg, azért, hogy nagy más kezébe jusson, ő egy ilyen nagy filmet akar csinálni, ebből egy ilyen 90 perces vagy milyen filmet. Szóval mindegy, rövidíteni akarom a sztorit, de ez elment egészen ma este, szóval a film a kezébe került, kaptunk érte annyi pénzt, hogy meg tudtuk fizetni a számlát, meg minden, és még eljutottunk még Salzburgba is ezzel, és akkor még maradt még, nem tudom, még 500 dollár fejénként azzal, hogy amikor kimenjünk valahova, mi nem tudtuk, hogy hova akarunk kimenni. Én gondolkoztam, hogy megyek Ausztráliába, mert az legmesszebb van a kommunizmustól. És ezt az apám jött Marokkóban meglátogatni, és azt mondta, fiam, neked csak Hollywoodba szabad benni, mert te filmes vagy, filmet tanultál, ez a filmek városa, oda kell, hogy menjél. Volt ebben valami ráció ebben, hogy amit mondott. Elfogadtam már ezért a tanácsot, és akkor csak azt kellett csinálnunk. Szóval a Laci is mondta, hogy ja, menjünk Amerikába, jó, menjünk. Oda mentünk, oda, ahol akartunk. Ez olyan időszak volt, hogy volt egy csomó ilyen társaság, aki kereste azt, hogy ki hova akar menni. Szóval mi Amerikába akartunk most már menni. A Laciék ügyesek voltak, hogy rászálltak egy repülőgépre, mi csak a feleségemmel. Sanyi ismert az én feleségemet, aki akkor még színésznő volt, és hát ő mi csak egy hajóra kerültünk rá, egy amerikai katonai szállító hajóra, és azzal kerültünk ki Amerikába. Ez a történet az 56-os szabadulásomtól. Mire vagy még kíváncsi? Sok mindenre. Kérdésem, mint hogy igen a csillag, de akkor alapvetően haladjunk tovább. Tehát megérkezte Amerikába, és akkor oda ment a bevándorlási hivatalba, és akkor megkezdték Profession Cinematographer, és akkor így beengedtek? És hogy sikerült eljutni mondjuk ettől a ponttól az első filmig? Hát az első nagy filmig az kellett 10 év. És hát volt olyan, hogy elkezdtük keresgélni, hogy ki fog nekünk egy munkát adni, bármilyen munkát. Mert nem volt pénzük, az az 500 dollár, mert már elfogyott, az már sehol nem volt. Szóval azt mondják, jól megkeresik az amerikai magyar filmeseket. És elmentem én például a Zsazsa Gáborhoz. Nagyon kedves volt, minden, meghívott egy kávéra, meg minden. Kértem azt, hogy tudnak-e tudni valami állást szerzni, bármi állást, nem számít. Utcát is söptük, bármi. Szóval majd megnézem, hogy mit lehet csinálni. Semmi válasz utána nem jött, mint eltűnt volna, nem volt Zsazsa Gábor. A Joe Pasternak, az is egy ilyen nagy nevű, ugye, producer volt. Ő meg úgy kioktatott bennünket, hát itt Amerikában nem úgy megy, hogy protekció vagy nem, itt nincsen protekció, mindenki saját maga kell, hogy megmutassa, hogy mit tud, és akkor majd lesz állás. Nem mondom, hogy nagyon érdekes dolog. Mit fog tudni mutatni nekik, hogy én mit tudok? Se film a kezemben, semmi nincsen. Lényegében az, hogy mit.
Jó, hát szóval mondom, nem sikerült, az egyetlen magyar sem vállalkozott arra, hogy kapjunk állást. Szóval egy ideig értünk ilyen vármegyei segélybe, és de hát az hogy mondjam, az nem volt elég nekünk, úgyhogy egy vármegyei segély az volt, hogy két hétig fizették a kajánkat a marketben, amit lehetett venni, van ilyen food stamps-ek voltak, minden. És utána azt mondták, na most már el kell menni dolgozni, ez a food stamps-ek. Szóval, szóval elküldtek egy ilyen térre, az Los Angelesben van az egy nagy tér, ahol ilyen régi állatok vannak, a föld alatt, amit kiástak, nem tudom én, több ezer éves ilyen dolgok. És adtak nekem a kezembe egy botot, aminek szög volt az aljában, egy talisztját, amit a nyakamra kötöttem, és kellett mennem a körbe a téren, és szedni a cigarettacsikkeket. Ezt kellett, hogy csináljam, és hát nem mondom azt, nagyon leallázónak éreztem magamat, hogy na, én nekem van egy diplomám, mint operatőr, és cigarettacsikkeket szedek a pajtba. Mert senki nem tud segíteni, állásra. Jó. Szóval ezt én elbírtam két napig. Aztán ezt már nem tudtam elviselni, és úgy elkezdtem az újságot olvasni, a kis angol tudásommal, ami nulla volt. Láttam egy hirdetést, hogy laboratórium, filmlaboratóriumban, fotolaboratóriumban keresnek valakit. És hát az történt, hogy lényegében, hogy kaptam egy ilyen állást, és attól kezdve egyik ilyen pici állásból másikban mentem, fényképeztem gyerekeket, azt is pénzé, $1 volt egy ülés, egy ilyen családnál volt, 5 gyerek, 6 gyerek, semmi angolságom nem volt még akkor, nagyon nehéz volt a gyerekeknek mondani, hogy üljetek már, én már ne zavarodjatok itt meg. Szóval mindegy, szóval ez ment egy pár évig tulajdonképpen, ezek a kis állások, meg minden, ameddig nem tanultunk meg angolul. Amikor már angolul kezdett menni, akkor már találtunk jobb állásokat. Én egy fotolaboratóriumban voltam, ahol ilyen nagy fotósodnak a képeit laboráltam, vagyis hát előhívás, nagyítás, minden. Nekem tetszett nagyon az az állás, mert ilyen híres fotográfusoknak a képeit nagyítottam. És láttam egy csomó olyan képet, amit a stúdióban készültek, láttam, hogy milyen lámpákat használnak, minden. Ez volt az egyetlen kapcsolatom a filmmel kapcsolatban. Addig, ameddig elkezdtem még tovább kutatni, és rájöttem arra, hogy vannak itt egyetemek, ahol filmet tanítanak. És akkor találkoztam két magyarral, akik meg rendezőnek készültek, őket már bevették az egyetemre. És őnek kellett csinálni ilyen diplomafilmet, és azok fölvettek minket arra, hogy mi fotografáljuk. Végre filmhez jutottunk, szóval fotografáltuk az ő vizsgafilmjeinket. Ez volt az első ilyen lépés. Aztán az persze nem vezetett nagyon sok mindenre. Akkor volt egy másik ilyen egyetemista, aki egy ilyen dokumentumfilmet csinált, egy vak tanulóról, hogy mi az élete, meg minden, és ott már mondjuk bekerült a tévére az a film, amely másik lépés volt, de még mindig messze volt. Akkor jöttek ilyen iskolafilmek, amiket kellett csinálni, education filmeket, azokat is csináltuk egy jó ideig. Akkor utána volt olyan, hogy commercialek, vagyis hát reklámfilmeket lehetett csinálni. Akkor volt egy olyan hely, ahol dokumentumfilmeket lehetett forgatni 16 mm-es fekete-fehérbe. Az már egy nagy lépés volt. De az igazi nagy lépés az volt, amikor valaki, egy színész, John Astin, akart csinálni egy short subjectet, vagyis egy kis filmet,
egy jópofa kis filmet egy szupermarketről, és azt kellett, hogy fotografáljam, és az bekerült az akadémiára, benevezték az akadémiára, nem nyert, de sokan látták a filmet, stúdióból meg minden, és akkor jött az, hogy akkor már volt ajánlat itt, ott, amott is egy kis nagyobb filmekre, ami nem nagyon jött be, de volt a kisebb dolgok, amit csináltunk. Aztán az első dolog az volt ezután, a kis film után, hogy a Peter Fonda, színész, ő is akart csinálni egy filmet saját maga rendezésében, és ez az Easy Rider után volt, amit a Kovács Laci fényképezett, és ő neki akkor már volt egy másik munkája, ahol el volt fogadva, és amikor a Peter Fondának a filmét kellett csinálni a Easy Rider után, Laci beajánlott engemet a Peter Fondához. Az volt az első olyan film, amit már lehetett moziba vetíteni, és elég jó volt, és attól kezdve akkor már semmi probléma nem volt más filmet kapni, mert már volt egy film, amit láthatták, hogy mit tudok, és kész. Volt egy kis mellék történet, ami nagyon érdekes, ami volt egy film, ezelőtt a film előtt, amit úgy hívtak The Sadist, vagy a szadista, amik egy dillis, bolond, fiatal srácról szólt, aki ölt embereket, ez volt a mániája. Egy rettenetes film volt, szóval, de a fényképezés elég jó volt, fekete-fehérben volt, és mindent beletettem, amit tudtam. És akkor jött egy olyan dolog, ez még tulajdonképpen Peter Fonda film előtt volt. Jött az Agnes Varda, egy francia hölgy, aki rendező nő volt, és hát ő keresett egy operatőrt a filméhez, amit ott Los Angelesben akart forgatni. És hát nem tudtam neki semmi más mutatni, mint a szadistát. Rettenetes film volt egy történetben. Rettenetes. Szépen volt fotográfálva, de a film az rettenetes volt. Az Agnes Varda a filmnek a végén elkezdett kiabálni rám, hogy merted ezt a filmet csinálni? Mondom, hát azt mondjam, hát nem én írtam ezt a filmet, nem én rendeztem, én csak fotografáltam. A fotografált, operatőr kell neked. Nem, a fotográfia nem tetszik? Ez volt a vége, szóval nem vett sok rá. Szerencsére, szerintem. Úgyhogy ekkor kerültem a Peter Fondához. Szóval ennyi erről, a kezdetéről. Okay. De ez már 10 év után volt, amikor okay. Ott voltam. Ezek azért jó tudnék, mert ugye mindenki tudja, hogy milyen filmeket készítettél, de alapvetően ez, hogy hogyan jutottál el addig, ezek ilyen rejtélyes információk voltak eddig, de alapvetően, mondjuk, hogyha tovább megyünk a Zsigmond Vilmos enciklopédiai bejegyzésbe, ugye oda az van írva, hogy a bizonyos rendezőkkel megalakították ezek az operatőrök az új Hollywoodot, ugye a New Hollywoodot, hogy ha akarod, megkérnek, hogy mondjuk esetleg definiáld, hogy szerinted ez mit jelent, mert ez leírva nagyon jól hangzik, és egy, hogy mit szerintett nektek a New Hollywood, és amikor Kámba idén megkaptad a életmű díjat, ugye volt ez a rettentő átlagos újságírói kérdés, amit mindig oda tolnak az ember róla, hogy which is your favorite movie, vagy melyik a kedvenc filmed, és te most mondod, hogy a Szarvasvadászt, yeah. ugye alapvetően ez a új Hollywoodnak az egyik zászlós hajója, ez a mű, és a két kérdést összekötöm, még ugye bedobnám azt is, hogy ez Michael Cimino, és ez egy zseniális film, és viszont Michael Cimino nem sok azután a Mennyország kapujával meg szépen az valahogy nagyon problematikás volt. Tehát hogyha ezekben a kulisszatitkokban, tudom, hogy ez is most sok kérdés volt, de úgy látom, hogy te nagyon jó ívet tudsz adni ezeknek a sok kérdéseknek a válaszokba, hogy akkor az új hajó meg a Cimino tündöklés és bukását, ha esetleg elmesélnéd nekünk.
kezdjük az új hullámról, miért ezt új hullámnak neveztük el, amerikai hullámnak, de American New Wave, ami lényegében az olasz neorealista filmekből és a francia nouvelle vague-ra ment vissza. Annak idején az amerikai filmek azok még mindig ilyen színes filmek, táncos filmek, zenés filmek voltak sok színnel, meg mindennel, és, de viszont egy nagyon csomó új, mondjuk filmnövendékek, vagy nem tudom honnan kerültek el, volt, aki színész volt, volt, aki vágó volt, volt, nem tudom mi, azok nézték már az európai filmeket, hogy mennyire jók voltak, mennyire szépek voltak, és mennyire mások voltak. És mi szerencsére abban a korszakban kerültünk Amerikába, amikor ez mondjuk divattá vált, az, hogy ilyen filmeket csináljuk, mint amit a franciák csinálnak, meg az olaszok. Úgyhogy ez volt a szerencsék, ezekhez az új filmekhez új rendezők voltak, akik már okosabbak voltak, és nem a régieket utánozták, hanem újfajta dolgot kívántak. Ez volt a Robert Altman, akivel három filmet csináltam. Az egyik a legjobb filmeknek abban az időkben, az elején volt a Peter Fonda, Bélelt kezek című filmek után, a McKay-ben Mrs. Miller. Nem tudom, mennyien látták ezt a filmet itt a közönségben. Szerintem senki. Egy, kettő. Van, négy. Ez egy ritka film, amit érdemes megnézni, mert teljesen ilyen filmromboló dolgon csináltuk a filmet. Elhatároztuk, hogy olyan filmet csinálunk, ami úgy nézett ki, mint aki 1890-ben forgattak volna, ha lett volna film abban az időben, vagy kamera. Szóval ez azt kellett, hogy valahogy hogy ne legyenek színesek, szóval én kitaláltam azt, nem egyedül én találtam ki, hanem én utánoztam egy angol operatőr, a Freddy Youngnak egy filmét, aminek az volt a címe, hogy a Deadly Affair. Magyarul nem tudom, az hogy lenne az. Halálos affér. Ja. Reméljük, mert azért címfordításban mi ügyesek vagyunk. Jó. És ez volt az a film, amiben a flashinget hozta be, mint magyarul mondva, előexpozíciója a negatív filmnek. Ráexponálok egy 10%-os kis fehér expozíciót a filmre, és azt beteszik a gépbe, és arra forgat, és akkor valami olyan csoda történik, hogy a nem tudom, 100 ASA érzékenységi filmből megdupláztuk a érzékenységét a filmnek, úgyhogy ez az egyik, a másik az, hogy a színek elmennek egy kicsikét, ilyen színtelennek kívánnak, és ilyen régi hatása van a filmnek, főleg az egy kis nem szépia tónust hozzá, és akkor az ilyen öreges hatás fog adni. És így forgattuk el az egész filmet a stúdiónak a bánatára, mert utálták, hogy a film kinézett. De mi az Altmannal imádtuk a filmet a kinézetben, ami egész különös hatása volt. Ez is úgy történt, hogy az első nap olyan kevés volt a fényünk, forgattuk, nem tudom, október végén, amikor esett az eső, sötét volt, 10 óra elérkezett, még mindig sötét volt, 11 óra, és a fénymérőben mérem a fényt, és meg sem mozdul azért rajta, nincsen fény, nincs elég fény. Az Altman mondja nekem, hát mi van, mikor kezdünk forgatni? Mondom, nincs fény. Szóval, Mi nem csináljuk valamit, nem lesz kárunk, mert fölveszünk be a jelenteket, másnap megnézzük, ha nem tetszik, majd újra fogjuk forgatni, amikor napsütés lesz. Hát az történt, hogy leforgattunk egy csomó anyagot, másnap megnéztük, és akkor igazából az első alkalommal láttuk azt, hogy néz ki ez a film, amikor előre van exponálva valamivel, és állandóan tetszett nekünk. Tényleg, hogy egészen olyan hatása volt, hogy ilyet még az ember nem látott. De a stúdió azt mondta, hogy mi történt?
mondjuk meg, én nem, semmi, miért, mi nem tetszik? Ki az operatőr? Küldjétek a francba, hát ez nem tud exponálni, hát. Szóval az altmeset meg elkezdett hazudni nekik, mondani, nyugalom, nyugalom. Ez a laboratórium, ami itt van Vancouverben, mert Kanadában forgattuk ezt a filmet, hogy ezek a negatív, az de tökéletes, de hát ugye nem tudnak még kopírozni. Úgyhogy ne törődjenek vele ezzel, amikor Hollywoodba kell, az gyönyörű lesz. Hát nem lett gyönyörű, nekünk gyönyörű volt, de senki másnak nem volt az. És nem is akarták be sem mutatni a filmet. Mégis bemutatták a filmet, kritikusok megőrültek érte. És emberek, akik látták azt, hogy mit valamiképpen mi csinált, hogy akarattal rontottuk el az egész filmnek a minőségét, azok még élvezték ők is. Tehát azt tudja, azt nem értette meg. De mindegy, a film sehova nem, szóval alig látták azt a filmet. Szóval. De azóta az is klasszikussá vált. Akkor most áthidalunk ezt az időpontot, mondjuk beszéltünk más filmekről is, de most menjünk a szarvasvadászra. Az pedig, ott már nem csináltam ilyen technikai dolgot, az nem kellett, mert az egy egészen másfajta film volt, úgyhogy az csak normálisan kellett legyünkbe forgatni. Három különféle stílusban van, egy három részből álló film. Legelső az bemutatja a karaktereket, a film karakterét, és hogy élnek az emberek egy ilyen városban, ahol vannak ezek a steel millek, a vasművek, vagy minek nevezzük. És hogy élnek, hogy hancúrodnak, hogy elmennek vadászni, meg minden. Szóval egy ilyen bemutatja a karaktereket. A középső részben az van, hogy a férfiak azok elmennek a vietnámi háborúba, amit Thailandbe forgattuk azt a részt, az pedig teljesen ilyen, hogy az első részt az egy ilyen romantikus részt tulajdonképpen, ami kevertik a fényt, a kék fényt, a meleg fényekkel, a vasműveknél jön ez a mint a forró lába szerelyen jön ugye a vas, és az meleg színe van, a narancsos színű, és azt kevertem a kék színnel, ami külsőbb olyan kék szín jött be. És szóval ez egy ilyen romantikus stílusú valami. A második rész, ami a Vietnámban játszódik, az pedig a ilyen newsreel stílusban, és olyan híradó stílusban készült, és kellett, hogy használjunk egy csomó egy ilyen stock footage-t, ami, hogy mondja nevezni, stock footage-t, a filmek, amik... Archívanyagot. Egy csomó archívanyagot kellett, hogy használjunk, mert mi nem tudtuk a vietnámi háborút megmutatni a mi filmezésünkkel, mert arra pénz nem volt. Hát. Szóval, hogy kellett, azokat kellett duplikálni, tulajdonképpen a mi fényképezésünkkel, ami azt jelentette, hogy nem akartam 16 mm-re csinálni, mint amit a híradósok csináltak, 35 mm-re akartam dolgozni, de ott is flash-oltam a filmet, vagyis elővilágítottam, ugyanúgy, mint a McCabe & Mrs. Miller-nél, de nem használtam lágyító szűreket, mint a McCabe-nél csináltak, mert azt hagytam élesnek maradjon, és ráadásul két stoppal alul exponáltuk a filmet, ami azt jelenti, hogy vékony volt, nagyon negatív, és ahhoz, hogy abból jobb legyen, azt egy hosszú ideig laboráltuk, vagyis úgy hívtuk elő. Tehát a kettő együtt, a túlérzékenyítés és a túlhívás az adott egy különös stílust hozzá, amellett, hogy és akkor úgy nézett ki, mintha az is ilyen archívom anyag lenne, szóval az egészet úgy csináltuk. A harmadik része a filmnek, az pedig az is egy, a harmadiknál pedig nagyon
kevés színt használtunk, majdnem, hogy fekete-fehérnek néz ki az egész jelenet, de legtöbb ilyen, hogy mondjuk az art director, vagyis a látványtervező úgy tervezte a díszleteket, meg a berendezést, meg a ruhákat, hogy az ilyen fekete-fehér hatása legyen. És az ilyen depresszív hatást adott a harmadik résznek. És aztán jött ugye a film bemutató, és az megnyerte a legjobb filmnek a díját. És az nagyon-nagyon jó volt nekem is, mert ugyan a film az nem csak ezért kapott egy benevezést, de az nekem az is elég volt, szóval tényleg, mert annak örültem, hogy minden vonalon a film az olyan jó volt, szóval jó rendezés, jó színész, jó vágás. Érdekeségnek mondom csak még erről a filmről azt, hogy a stúdiónak nem tetszett az, hogy a film nagyon hosszú lesz. Már meg ugye számolgatták a másodperceket, meg a perceket, hogy mennyi mindent forgattunk, és már láttuk azt előre, hogy a film az majdnem 3 óra hosszás lesz. Szóval nem tetszett neki. Szóval ők háttérbe, dugiba a vágottnak megmondták, hogy párhuzamosan az ő rendes vágásával, amit a Michael Cimino-nak csinál, hogy stikába csináljon rövidebb verziót a filmből, ami nem lesz hosszabb, mint mondjuk 2 óra. És hát ez egy ideig azt hittük, hogy ez nem is tudtunk erről egyáltalán. De amikor a rendező valahogy megtudta, az olyan dühös lett, hogy ezért a vágót elbocsájtotta. És hát természetesen az ő vágónak ezt a variációját, ezt például nem használta. Szóval a film kijött abban a húszban, amit a Michael Cimino akart. És amikor az akadémiára sor került, szóval az akadémiába benevezték, akkor nem a rendező mellett a vágó, ez a vágó, aki 2 verziót vágott, az is díjat kapott a vágási. Szóval ennyit érte a stúdió a filmekhez. Igen, ez az igazság. Szóval mindegy, szóval ez mondjuk az első film, volt a Megében, illetve a szarvasadásnak. A következő évben csináltuk a Mennyország kapuját, ami átli botrányosan végződött. Az a film pedig 3,5 órának indult. A Michael Cimino úgy tudom, azt hiszem, hogy nem tudott rövidebb filmet csinálni. Ő csak hosszan tudott filmet csinálni. Szóval mindegy, de mi élveztük a forgatást, mert olyan gyönyörű, ilyen festményi dolgok voltak a filmben, szóval majdnem, hogy régi festményeket utánoztunk, mindenhol füstöltek bent, volt cigarettázástól, pipafüsttől kezdve, minden olyan, ami meglágyítja az atmoszférát. És amellett pedig külsőben, amikor forgattunk, akkor pedig ilyen poros utakon mentek a kocsik, a lovakkal, és az adott már egy ilyen beépített atmoszférát az egész filmbe, ami mi gyönyörűnek találtunk, amikor forgattuk. Persze a stúdiónak megint az volt a problémája, hogy ők ezt a filmet nem fogják 3,5 órába levetíteni, az biztos. De aztán mégis csak győzött a Michael Cimino, kijött a film, ez iszonyú bent kritikákat kapott, de már megírták a kritikákat úgy, hogy még meg sem nézték a filmet a kritikusok, és már eldöntötték, hogy egy rossz film, mert hosszú volt, és különben is nem szerették azt, hogy a Michael Cimino megnyerte
megnyerte a díjat, a legjobb rendező díját a Szarvasvadászra. Szóval az volt a problémáik nekik, szerintem egy politikai probléma volt, hogy Michael Cimino lényegében a vietnámi kérdést úgy tárgyalta le, hogy igazán az lehetett volna, vagy volt. És nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen balosnak tartották a filmet. Ami azt jelenti, hogy a kritikusok, meg minden az nekik abszolút nem tetszett, ahogy ő ezt a vietnámi háborút bemutatta. És főleg azért, mert a vietnámiak azok, nem tudom miért, de valahogy nem szerették a filmet. Persze mi szerették a filmet, és hát kapott egy csomó Academy Award nomination-t, és hát a Michael Ciminónak volt ez a legjobb, hogy mondjam, ő volt a legjobb filmnek nevezve az a film. És ezt nem szerették. És erre felkészültek arra, hogy ezt a második filmét, amit csinál, főleg ahogy tudták azt, hogy ez hosszú lesz, azt már előre lekritizálták az egész filmet, nem is kellett lejátszani, és bejöttek a rossz kritikák, alig nézte meg valaki, és le kellett, hogy vágják a filmet, ami 95 perces hosszra, és képzeljétek, az, hogy 3,5 órából lett egy 95 perces film, ami rettenetes volt. És hát az teljesen megbukott. Szóval ez az igazság. Na most a kérdés csak az, hogy ez a film azóta, az egy hosszú ideig az meghalt az a film. Európában nagyon tetszett a film. A franciák imádták a filmet. És a legtöbb európaiak azt hitték, hogy ez egy mestermű volt. Amerikában pedig egy teljes izé volt, kutatsz volt. Ma, amikor a filmet vetítik, csak néha ittottam ott, mindenki azt mondja, hogy ez egy mestermunka. Ez is kérdés, az most kinek volt igaza. Annak idején lehet, hogy igazuk volt a kritikusoknak, csak egyet nem láttak, hogy a Michael Ciminónak a filmje az esetleg a jövőbe az aktuálissá fog válni. Egy nagyon érdekes dolog nézni ma a filmet, mert lényegében minden jó, egy klasszikus film, lényegében egyről szól, a gazdagoknak a harca a szegényekkel. És ez a film egy tökéletesen egy olyan film, ami ezt bemutatja, az, hogy már 1890-ben, mert ott is látja az ember, hogy ezeket az emberek, akik földbirtokosok, meg minden, hogy azok hogy ítélik el, szóval, vagy hogy mi a viszonyuk a szegényekhez, vagy a szegények, az emigránsok voltak, akik emigráltak ugye Amerikába, és mindegyiknek meg volt a maga nyelve, az egyik magyarul beszél, a másik szlovákul, a harmadik németül, mit tudom én mi. És utálták a filmet, hogy ilyen rossz filmben mutatja be Amerikát. És ha most megnézi az ember a filmet, azt mondja, de Michael Cimino az egy nagy művész volt, aki előre látta már, előre, hogy mi fog történni ma. És már megnézi a filmet az ember, tényleg azt mondják, hogy ez egy klasszikus film. A harmadik típusú találkozásokat, hogy és én nagyon tetszett nekem ebben a történetben, hogy azt mondod, hogy a kritikusok előre megírták a kritikát a Magyarország kapjáról, mielőtt látták volna. Most akkor én is hivatkozik egy ilyen kritikusi városi legendára, hogy azt a filmet nem is a Spielberg, hanem ott a szerbe futkározó François Truffaut rendezte meg. Ez egy érdekes. Ez kitől jön? Nem tudom. Nagyon érdekes. Ez az első eset, hogy hallom. Nagyon jó. Na jó, én találtam ki. Nagyon jó. Ezt el fogom mondani a Spielbergnek. Nem, hát a francia Truffaut, ezt mindenki imádta, szóval tényleg ő volt. Én azt mondom, ő volt az igazi egyetlen ember, aki szimpatikus volt a számomra az egész filmben. És mi nagyon jó pofa volt, mi nagyon jobba voltunk, mert ugye én imádtam a Truffautnak a filmjét, és
mindig volt ez a nagy hangárok, mert rengeteg lámpa volt fönn, meg minden, ami engem majdnem keresztre feszítettek emiatt. És ő mondja nekem, hogy milyen most? Ezekben a műtelemben, ezek a lámpák, amik egy napba kerülnek, én azért 10 filmet tudnék csinálni. Igaza volt neki, szóval tényleg, hogy őnek ez nagyon furcsa, hogy ennyi pénzt költeni egy filmre. Persze sajnos a stúdiónak is az volt, hogy ezért sok pénzt költöttünk, és kire fogták rá? Én rám fogták rá, mert én találtam ki. Ugye. Na de most az ember arra gondol, hogy volt ez az utolsó jelenet a filmben, hogy ez körben tart, majdnem 25 percig. Amiben jönnek az űrhajó, érkezik meg minden. A Spielberg úgy képzelte el, hogy ezeknek az űrhajók, meg minden állati nagy energiájuk van, mert valahonnan máshonnan, ahogy jöttek, nem lett volna, szóval kellett nekik az energia. Tehát nekik sok fényük van, amikor ide érkeznek. A Doug Trumbull, aki a 2001-ben a filmet, Kubricknek a filmét csinálta, ő a special effekteket, akkor ő is azt mondta, igen, nagyon sok fényük van. Ez minden rendben volt, hogy sok fényük kellett, csak ez nem volt előre meghatározva a büdzsetbe. Szóval nem volt erre pénz. Csak amikor megjelentem az Alabama-ba, Mobile-ba, ahol először látta meg az egész szetet, és nem voltak lámpák benne. Voltak, betettek 4 darab ilyen stúdió, nem stúdió, hanem ilyen mi az a fotballpálya, nagyság. Stadionban, minden 4 sarokban volt egy ilyen nagy maradat lámpa, nem 10 vagy nem tudom hány ilyen költéke, minden. És elvittek engemet, annak idején még az előkészületek során, oda egy fénymérő, vagy mérjem le, hogy mennyi fény van ott a stadionban. És én nem értem, mondtam, hogy ez kb. 12.85, az a fény, ami még arra sem nagyon elég, hogy zoom lencsét használjunk, mert a zoom lencse az lénynél kellett, hogy legyen. Szóval nem volt elég fény, de nem mondtam, jó, majd itt is meg tudjuk csinálni azt, tulajdonképpen, amit a Dillhamtonnál, vagy a szarvasodásnál csináltuk, hogy majd elővilágítjuk a filmet, és alul exponáljuk, és jó lesz. Jó. Szóval mi fönt kezdtük filmet forgatni Wyomingbe, ahol az ördögnek a tornya volt. Forgattuk legalább 2 hétig, vagy 3 hétig, és akkor elmentük Alabama-ba, Mobile-ba, ahol már a szed meg volt építve ezzel a 4 lámpával a sarkokba. Szóval ezt kérdeztem, hogy hol vannak a filmes lámpák. Nem volt a filmes lámpa sehol. Szóval kérdezik, hogy miért kell nekünk az? Hát mondom, hát ezt úgy fogjuk világítani, mintha ez egy híradó lenne, vagy mintha egy rendes film lenne. Ezt kérdeztem, úgy néztek rám, hogy mintha hülye lennék. És ők voltak a hülyék, de én voltam a hülye. Szóval mondtam, hát igen, hát kellenek a lámpák, és hova kellnek a lámpák? Hát mondom, hát ott vannak azok a kis épületek, itt, ott, amott. És onnan jön fény ki az ablakból, fény ki az ajtóról, fény itt, fény ott, nem kell egy csomó lámpa. És azt mondja, hogy, és azt mondom, igen, úgy, de miért? Azt kérdeztem, hogy nem akarjátok ezt a filmet úgy csinálni, mint egy film lenne? És azt mondta, hülye vagyok, én miről beszélek? De a Trumbull, az effektus vezető, az mondta, aki megmentett engemet, mert ebben a pillanatban elküldtek volna haza, szerintem. De ő meg beszállt velem együtt abban, és mondta, hogy
Hát igen, hát ezek az űrhajóknak a fényeit ezt utómunkában nem lehet megcsinálni, mert ez teljesen igaza van. Utómunkában nem tudja megcsinálni, mert amikor mi jelenetiket fölveszünk itt a Földön, és a hátteret, azt mi belsőbe kellett, hogy csináljuk. Ennek is egy története van, hogy miért kellett, hogy a hátteret később tegyék be, azért, mert nem akarták a filmet forgatni éjszaka. Az többe került volna 15%-kal, mert többet kell fizetni a munkásoknak. Úgyhogy ezért nem tudtuk tulajdonképpen éjszaka dolgozni, nem ilyen jó lett volna pedig, mert mi nyáron dolgoztunk ott, és a hőség az körülbelül legalább szerintem 45 fokos Celsius kellett, hogy legyen, vagy több. Lehet, hogy fölment 50-nel. Voltak lámpák, egyébként után, amikor bejöttek már lámpák, amikor megrendelték meg minden, hogy olyan hőség volt fönt, ahol a lámpáknak voltak ilyen tartók, és olyan meleg volt, hogy az elektromosok nem bírták ki, és le kellett, hogy jöjjenek minden 20 percbe, mert meghaltak volna fönt, mert olyan meleg volt tényleg. És nem mondja, hogy lejöttek a Földön, hanem azt mondták, én megyek haza. El is mentek haza, jöttek az új elektromosok. És így szálltak az izék az elektromosok a levegőben Los Angeles felé, Los Angeles pedig Mobile, Alabama felé. És több elektromos volt a levegőben, mint a szerten. Szóval ez volt az izé. Szóval mindegy. Szóval, hogy hova lyukadtam ezzel ki mostan. Szóval valakinek szenvednie kellett azért, hogy ennyi lámpánk lett, és ennyi költség volt, meg minden. És kerestek azért mindig valakit, aki átvegye tőlem az operatőrséget. Lacit megkérték, Laci azt mondta, hogy a Vilmos nem tudja csinálni, én sem tudom csinálni. Volt egy másik magyar operatőrben is, hogy is hívták, most pattanét eszem a neve, aki az olimpiát nézte abban az évben Kanadában. Megkérték, hogy ő jöjjön, vegye át a filmet, ő ilyen special effect filmeket csinált mindig. Őben bíztak abba, hogy ő majd rendbe hozza azt az egészet anyagilag. Azt mondta, hogy meg vagytok őrülve, itt hagyom az olimpiát, hogy menjek filmet csinálni, mint a Vilmos kezdett el, ha ő nem tudja csinálni, én sem tudom csinálni. Szóval mind a vége az volt, hogy senki nem találtak senkit. És ezért maradtam ott a filmnek a végéig. De aztán bosszúból nem vittek el azért, Indiából a pótfölvételeket csináltak. Akkor az volt, hogy én már éreztem azt, hogy a filmnek a végén, ez a végén nekem már nem fognak engem elvinni Indiába. Arra már nem kell, mert nem volt szerződés kötve, az egy újdonság volt. És onnan mentem a Spielberghez, és kérdeztem, hogy te igaz az, hogy én nem fogok menni Indiába? Szóval nem. Jössz Indiába, persze, hogy jössz. Mondom, igen, ezt tudnom kell, mert ha megyek Indiába, akkor az oltásokat ma be kell, hogy vegyem, mert máskülönben nem fognak beengedni Indiába. Szóval nem, jössz, mindenképpen jössz. Megkaptam az oltásokat. És két hét múlva, amikor kellett volna menni Indiába, nem mentem Indiába. Fölvették egy angol operatőt, aki ezt a jelenetet ottan fölvették. Szóval jó, szóval ez volt a vége. És aztán az, hogy én rám haragudtak, az csak a producerek voltak szerintem, a Spielberg az mentett engemet, amennyire lehetett. És néhány könyvben megvan az írva, ami nagyon érdekes, valaki írt egy könyvet erről. Azt hiszem a producernő. Abban benne van, hogy nem ezt a Steve Postel, az aki egy Second Unit bedolgozott, annak volt egy ilyen cikke, amiben elmondta azt, hogy Vilmost el akarták küldeni, majdnem mindenki.
a producerek, a stúdió, még a fővilágosító is el akartak üteni vissza. Ez van a könyvben. Jó, hát én végig, szóval végig csináltam a filmet lényegében, és aztán, mikor jött az Oscar, akkor követtem el azt a nagy hibát, hogy nem köszöntem meg a producereknek és a Spielbergnek azt, hogy ezt a filmet én csinálhattam. És az egy nagy bűn volt. Ezért nem szerettek engemet. És igaz az a legenda, hogy jött egy fax másnap a Steven Spielbergtől, hogy azért megköszönhetted volna? Nem, az a producertől jött. Ja. Mondom, itt vannak ilyen téves dolgok ezzel kapcsolatban. Azt írta, hogy nem az volt a táviratban, hogy mi is volt az, hogy nem thank you, hanem amikor valakinek megköszönnek valamit, mi a válaszol rá? You're welcome. Köszönöm. Az volt a benne, hogy you're welcome, Vilmos. Szóval ez a történet, ami sajnos szebb lett volna, hogyha jobb történetet tudtam volna erről mondani. A Truffaut-nak a története benne az jó. És az mellett még kell, hogy mondjam, olyan sok probléma volt a filmnél, a költségvetés miatt, meg minden, hogy senki nem tartott egy partit az egész film alatt, ami mi forgattuk körülbelül Alabama-ba legalább 2 hónapig. Nem volt egy part is, ahol meg lett volna valaki hívva. Szóval mondjuk a cast and crew, vagyis a színészek és a stáb, meg minden, senki nem volt meghívva. A Truffaut ezt észrevette, mert ő neki volt esze, és így rendező volt. Ő volt, aki a saját pénzéből megrendezett egy partit. Az egész idő alatt. Szóval ez a dicséretre válik a francia Truffaut-nak. De az, hogy ő rendezte a filmet, az... Felejtsem el, jó. Nem is tudom, hogy tudtam volna én rendezni. Alapvetően ez egy nagyon érdekes történet abban a szempontból, hogy azt mondod, hogy ott éppen nem kedveltek, de mégiscsak kapta egy Oscar-díjat, ami azt jelenti, hogy meg nagyon kedvelnek. Tehát ez egy ellentmondás, hogy a díjkiosztó után ez a magazadíj, ez hogy befolyásolta maga a viszonyrendszeredet ott a stúdiók körül, mert például mondok egy történetet, amikor a Michael Moore mesélte egy interjúban, hogy amikor ő megkapta az Oscar-t, és kiment, és elmondta azt a bizonyos köszönőbeszédet, amit mondott, hogy amikor kilépett a színpadra, az volt az első mondat, ami fogadta, hogy you asshole, tehát ezt mondták neki, mint friss Oscar-díjasnak, hogy te hogy emlékszel erre az estére? Én arra emlékszem, hogy nem mit mondják, igazadban van, igen, nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a díjat. És mondjuk jó visszavágás volt, mint azokkal a szenvedésekkel, mert volt az egész film alatt, hogy engemet okoltak mindené, meg minden, szóval az ingyen jó volt, de aztán rájöttem arra, egy hülyeség volt, hogy nem említettem őket, mert az sokkal jobb, sokkal kényelmesebb lett volna. És mostanában, amikor megkérdeznek engem arra, hogy miért csináltam így, mondom, hülye voltam. Hát még nem tudtam, hogy megkapom a díjat, nem tudtam, hogy mit mondjak. Azt mondtam, ami az eszembe jutott, ami igaz volt. Megköszöntem a tanárnőmnek, hogy név szerint megemlítettem mind a 3 tanárt. Igen. És mondom, már Magyarországon nagyon örültek ennek, mert a tévében látták azt, hogy megköszöntem a Bojkovszkinak, meg az Ivan Pistának, meg a Badon Jánosnak. Ülésnek? Hogy? Gyurinak, nem? Ülésgyurinak, igen. Ülésgyuri, Badon és Bojkovszki. Ez volt a 3, akit megemlítettem, és tényleg, szívembe jött, mert azoknak köszönhettem az egészet. Nélkülük nem tudtam volna ezt a filmet úgy megvilágítani, szóval ez igaz.
Hát a... és az, hogy Amerikának beköszöntem, hogy befogadtak engem egy új életbe, ez is igaz, ez is úgy éreztem, hogy Amerika befogadott, és ebben most kaptam egy Oscar tőlük. Szóval ennél jobban nem tudtam gondolni. Alapvetően akkor biztos ennek a reputációnak, hogy te szeretnéd kivitelezni azt, amit úgy szakmailag gondolsz, amikor Woody Allent megkérdeztem, készítettem interjút vele rólad, akkor azt mondta, hogy amikor még nem találkozott veled, azt képzelt, hogy te egy ilyen nagy magyar vadember vagy, aki ott megérkezik a helyszínre, és mindenkit már ember rak, és azt mondta, hogy tulajdonképpen egy óriási csalódás volt, hogy jött egy csöndes úriember, aki... Csöndes? Vagy kedves úriember. Nem biztos, hogy pontosan emlékszem az idézetre. Szóval alapvetően mindenkinek van egy sztoria, hogy találkozott Woody Allennel, és ti hogy jöttetek össze, és az ő vele való munkáról esetleg, hogy ő zseni vagy nem zseni. Én imádtam dolgozni vele egy fő dolog miatt. Mi elkezdjük a munkát minden reggel 8 órakor, eljön az idő, mert kb. 3 óra van délután, 3 óra 20, akkor azt mondja, na most a következő stint ez lesz, mennyi időbe kell, hogy bevilágítsam. Hát mondom, mondjuk 20-25 perc. Szóval megnézi az órát, ne csinálj ezt ma, majd megcsinálj holnap. És akkor mi szépen hazamegyünk, és volt egy saját életünk, amellett egy filmet csináltunk, feleségemmel tudtam menni jó vacsorára, vagy megnéztük egy filmet, vagy bármit tudtunk csinálni. Szóval volt egy privát életünk, amellett, hogy filmet csináltunk. Ezt csak a Woody Allen lehet csinálni, mert ő nem szeret többet dolgozni, maximum 8 óra. Ez az egész. Ezt szeretném, hogyha minden producer és rendező elfogadná a jövőben. És akkor minden rendben lenne. Házasságok megmaradhatnának nagyon sok helyen. Nagyon sok házasság. Tényleg nagyon sokan válnak filmesek, mert azt mondja, hogy nem bírják azt el, hogy a gyerekeket csak ők neveljék, hogy otthon. Ez kellene egy férfi otthon, és igazuk van. És majdnem minden esetben válás lesz a vége az egésznek. És akkor el kell dönteni a feleségedet szeretet, vagy a filmművészetet. A fesztivál zárógáláján, ugye holnap, ahol életmű díjat kapsz, tőlünk a Gyilkos Túrát, a Deliverance-t fogjuk vetíteni. Most ismét hoznám ezeket a szidott kritikusokat elő, akik ugye azt írták mindig, hogy a John Borman egy filmet csinált életében, az a Deliverance. És ezt köszönheti a képi világának, hogy akkor mesélnél erről a filmről. Hát ezt nem tudom, hogy igazuk van, hogy csak ezt az egy jó filmet csinált életében, mert én szerettem az mondjuk úgy, hogy a legjobb az. A legjobb az igaz. Na de az, hogy mondjam, megint egy olyan dolog, hogy sok mindentől függ, hogy egy film, amikor összeáll. Szóval függ a sztoritól. A sztorinak volt egy jó könyve előtte is, az ami ki volt adva, ami egy bestseller volt, egy ragyogó történet, és hát a John Borman egy jó rendező, a színészek pedig jól ki lettek választva. Szerintem ez a film összeállt, mert a helyszínek jók voltak, jó időpontban forgattunk, amikor az a folyó, amin kellett, hogy forgassuk, még tele volt vízzel, szóval volt egy vízeszés, amit lehetett bekapcsolni, meg kikapcsolni. Az a nagy vízeszés az ott volt, előtte volt egy ilyen víztárló, és azt kellett csak csinálni, amikor a telefonon beszéltünk a víztárlónak az őrével, vagy aki ott dolgozott, hogy na jó, most kisáltak meg a csapokat. Akkor mi már a kamera készen állt mindent, hogy forgassunk, csak amikor elindították vizet, akkor lemértük pontosan 5 perc múlva, akkor jött a víz
arra a területre, ami amúgy kopár volt. Szóval ilyen, ezt nem tudtuk volna csinálni műtelenben, vagy nem tudom, lehetetlen lett volna csinálni ezt a filmet, hogyha nem volt ilyen lehetőség ahhoz, hogy a vizet így kontrolláljuk egy vízesésnél. És a színészek is azok nagyon érdekesek voltak, hogy voltak ennél a filmnél, de stuntmenek voltak, szóval, hogy is mondjuk a stuntmen, vagy az kaszkadőr. Kaszkadőrök voltak a filmben, akik azt hitték, hogy majd ők fogják ezeket a vizes jeleneteket csinálni, amit legalább 25-30 perc az, amikor mennek le a folyón. De mi viszont rájöttünk, hogy egy jobb megoldás van, és ez John Bormannek az érdeme, mert minket elvitte egy vagy két héttel előbb a helyszínre, és ő meg én tanultuk azt, hogy lehet kajakozni vadvízbe. És megtanultuk jól a kajakozást. És megérkeztek a színészek, mi bemutattuk azt nekik, hogy nekik is mit kell majd csinálni. Semmiért, ezek tudják csinálni, mi is tudjuk csinálni, persze, hogy tudjuk csinálni. És aztán őket is az betettük őket egy hétre legalább ahhoz, hogy tanulják meg. Hát az elején mind befordultak a vízbe, mindenki először, amikor kajakozni van, az befordul a vízbe, szóval aztán ki kell menteni őket. Szóval lényegében az egész filmben az kaszkadőrök csak azért voltak ottan, mert minden ilyen trükköket, mindent a színészek csináltak. A vízbe ők úsznak, mindent ők csinálják, a kaszkadőrök csak azért voltak ott, hogy megmentsék az embereket, hogyha veszélyben vannak, akkor beugoltak és kihozták a pacákat onnan. Szóval erre voltak a kaszkadőrök, és volt egyetlen egy stintben, ami kaszkadőr van, az egy egészen távoli kép a hegynek a tetejére, amikor bemutattuk azt a kis tavat, ami lent volt, ottan betettük őket, mert ők is legyenek a képbe egyszer. Nem beszélve arról, én is az indenek a felét vízbe töltöttem, ilyen vízes öltözetben, hogy ne fázak, és volt egy ilyen kis egy ilyen plastik doboz, amiben a kamerát betettük, amit úgy úszott a víznek a tetején, és az be volt csüpped a víz alá, és azon keresztül csináltuk az víz alatti jeleneteket. Szóval minden úgy meg valahogy nagyon-nagyon jó volt. Volt egy kis IMO kameránk, amivel kézi felvételeket tudtunk csinálni, és olyan volt tényleg, mintha ott lennénk. Volt egy másik dolog, ami nagyon jó sikerült nekünk, az, hogy amikor próbafelvételeket csináltunk, rájöttünk arra, hogy mi a legjobb szög, hogy ezeket a vadvizeken lévő jeleneteket forgassuk az, hogy sebesebbnek látszom, mint a valóság. Azt tulajdonképpen zoomlencsékkel forgattunk, és letettük a kamerát a víz fölé körbe 4 cm-re a víz fölött, és amikor ez ilyen hosszú lencsékkel forgattunk, az majdnem úgy nézett ki, mintha mi ott lennénk mellette a kajakok, vagy a hajók mellett, és ottan mennénk gyorsan menni. Szóval, és minden jelentet ilyen formában csináltuk ott, hogy úgy látszom, mintha nagyon gyorsan mennek a vízbe. De nem kellett aláforgatni, mint a rendszerint csinálják, az látszik az aláforgatásban. Az emberek gyorsan, mozdulataik, ezek minden a furcsák. Szóval mi normális sebességben csináltuk, de a szög miatt ez sokkal gyorsabbnak látszott. És hát ennyit mondjuk a Deliverance-ról. Ha van más kérdésedről? Nincs az itt. Ja. Teljesen jó volt, mert van még egy kérdés, amit mindenképpen szeretnénk felrakni, hogy te, aki ismert téged, hogy mint a celluloid filmnek a nagy rajongója, hogy magának a nyersanyagnak.
Hogyan élte, vagy mit gondolsz erről a digitális forradalomról, mennyire szereted a digitális technikát használni, mennyire zavar, illetve hogy mennyire idegesít az, hogy mondjuk itt emberek rohangálnak kis kamerákkal, megnyomják a gombot és azt mondják, hogy operatőr vagyok. Az engem, mert nem nagyon zavar, csak szeretnék valami jó filmet is látni tőlük. Akik így szaladgálnak össze-vissza, szóval jó filmet csinálnak, azt mondom, jó, hát ez egy jó operatőr. Eddig még nem nagyon láttam ezt, az az igazság. Nem, de viszont mondjuk engem az bán csak a digitális kamerákban, hogy kihozták ezt a kamerát, amikor még nem tökéletesítették. És még mindig nem tökéletes a kamera. Mert a legfontosabb problémám nekem, és majdnem minden operatőrnek az a problémája, hogy a viewfinderje, vagyis a keresője, a kamerának ez egy elektronikus kép, ami nem tökéletes. És azon keresztül én nem tudok világítani. Mert mi hozzászoktuk ahhoz, hogy mi a kamerán keresztül nézzük a világítást is, a kompozíciót is, a világítást is. És ezt nem lehet. Ezt csak úgy tudjuk eldönteni, hogy élesebb valami, vagy nem, ha van egy ilyen egyméteres ilyen videó, playbackünk, szóval ilyen, és azt nézik. De viszont az nincsen a kamera mellett. Nem lehet a kamera mellett, mert túl nagy. És ha én nézem ezt a képet itt az ernyőn, és úgy kell, hogy svenkeljek a kamerával, az nem ugyanaz, mint az ember a kamera mellett van, és onnan tudod irányítani a kamerát. Szóval Ez a legnagyobb hibája, és amin úgy látszik, senki nem gondolkozik, hogy hogy lehetne megvalósítani. Mert szerintem, amikor a digitális kamerát kitalálták, az lett volna az első, hogy legyen egy ilyen prizma, amin a valóságot látom a lencsén keresztül, és nem egy elektronikus képet. És aztán úgy találják ki, hogy a többit hogy oldják meg. Mert ezt nem tudták megoldani, az biztos. Azóta se. Szóval ez mondjuk egy nagy problémája van. A másik az, hogy valami újat hoznak ki, az jobb kellene, hogy legyen, mint amilyen múlt év volt. És egyelőre még nem tudták kitalálni azt a kamerát, azt a dolgot, hogy úgy nézzen ki, mint egy jó film. Még nem tudták megcsinálni, szóval. Közel áll hozzá, de nem találnak. A harmadik dolog az ez a legfontosabb. Hogy amikor filmeztünk, akkor mi mindig bekomponáltuk a képet, és megvilágítottuk a helyszínt, megvilágítottuk mindent. Még ha a nap is sütött, vagy valami, mindig adtuk valami kis fényt hozzá, hogyha kellett. Most a digitális kamerán az van, hogy valaki bekapcsolja a kamerát, ránézi az ernyőn, hogy milyen a kép, és azt mondja, hogy hű, de jó ez. Még arra nem is gondolkoz, hogy világítson. Arra nem is gondolja azt, hogy nem kellene ennek a helyszínnek valami hangulata, hogy sötét, vagy világos, vagy valami. Szóval nem gondolkoznak ezen. Az egyetlen jó dolog, most, hogy a jó dolog beszélek, az lett volna, ahogy a Black Dahlia-t, amit forgattam, az, hogy elhatároztuk, hogy filmre vesszük, 35 mm-es anamorfik filmre, anamorfik lencsékkel, és digitális intermédiáttal, vagyis digibe áttesszük digitálisra, és ott még javítunk a képeken. Tehát jobbá tesszük azt, amit eredetileg felvettünk, mert nagyon sokat tudunk javítani digitálisan, amit a filmnél mi nem tudtunk csinálni, mert vagy optikai dologba kellett átmennünk, ami sok időbe került, néha hónapokig, és szóval de viszont ez alatt, hogy a Black Dahlia-t csináltuk, azt is meg tudtam csinálni, hogy az egész film úgy nézett ki, mint a fekete-fehér lenne, csak egy kis szín itt-ott. Mi ez volt a cél, hogy
majdnem egy fekete-fehér filmet csinálni, de azért adtunk egy kis színt hozzá. És ezt meg tudtam csinálni nagyon könnyen, utómunkában egy hét alatt. És ezzel egy stílus tudtam adni az egész filmnek. Szóval ez kellett volna, hogy jövő legyen, hogy filmből veszik fel a negatívat, és utána digitálisan megjavítjuk. És akkor minden rendben lett volna, mindenki elégedett lenne a digitális jövővel. Most jelen pillanatban nem tudok más mondani, mint mi azon próbálom mindig tanítani a tanítványaimat, hogy felejtse azt el, hogy egy digitális kamerával dolgozik, gondolja azt, hogy filmmel dolgozik, és gondolja azt, hogy hangulatot kell teremteni a fényekkel, a lámpákkal. Ugyanúgy, mint ahogy a filmet forgatná. És ahogy csináltuk éveken keresztül, mondjuk azt, hogy 100 évig. Mert még a néma filmek korában is, a fekete-fehér korban is a fények és az árnyékok domináltak. Egy színes filmnél is szerintem a fények és árnyékok kellenek, hogy domináljanak. Legalábbis az én filmjeimnél ez volt mindig a cél, hogy ne színes filmet lásson az ember, nézze olyat, ami mondjuk jobb, mint a valóság. Mi a Lacival úgy keresztettük el mindig a mi stílusokat, hogy azt mondtuk, hogy ez egy poetic realism, vagyis hogy ez egy költői valóság, amit mi filmben akarunk csinálni. Nem a valóságot csináljuk, de egy költői formában csináljuk a valóságot. Ez adja meg az amatát egy jó filmnek. Icipici időnk van még, pár perc, mondjuk 5. Így, hát, ha valaki benne maradt valami, az a úgynevezett delikát kérdés. Ott van egy. Kérdezzük meg, hogy a Bán, most megnéztük, milyen volt Magyarországon úgyból dolgozni, és vajon ez a film olyan lett-e, amilyennek ön szerette volna, mindent megtehetette úgy, ahogy ön gondolta volna a Bán esetében? Az utolsó részére válaszoljak, az, hogy jobb lett, mint amit gondoltam. Szerencsére Kál Csaba egy nagyon jó rendező, vagy operákat rendez és rendezett annak idején, és nagyon sok mondjuk reklámokat is csinált előtte, nem hiszem, hogy csinált egy filmet előtte, de nagyon örültem, hogy dolgozhattam vele, mert tényleg a Bánk az úgy sikerült valahogyan, hogy szerencsénk volt, hogy a helyszínekkel, meg mindenen, ami jól voltak kiválasztva, hát az énekesekről nem beszéljünk, mert azok a legjobbak voltak, akik szerintem valahogy is voltak, szóval minden úgy összeállt, nagyon jó nekem, és nagyon kedvenc filmem volt. A sajnálatos dolog az volt, hogy annak idején politikai dolgok miatt a film el lett halasztva a megnyitásra, és nem törődtek azzal, hogy a film fog-e pénzt csinálni, vagy nem, amikor megjelent. De hát ez egy másik kérdés. Ez szerintem nagyobb sikere kellett volna, hogy a filmnek legyen. A válasz elég volt? Mi volt, amit kihattam? Hogy Magyarországon dolgozni nagyon, egészen más, mint Hollywoodban. Na, az igazság az, hogy nekem nem is éreztem, hogy nem Hollywoodban dolgozok, mert Magyarország egyik legjobb fővilágosítójával dolgoztam, a Ricsivel, aki a barátommal és a munkatársam, a Sparks-ban a vezér, és a Judit, aki itt van, ketten ők vezetik a mi kis vállalatunkat, ami Pesten van. Szóval nekem olyan volt, mint hogy ha Amerikában dolgoznék, mert a világosítók nagyon jók voltak, a bűnések nagyon jók voltak. Szóval mit kérhetek mást? Nem beszélve arra, hogy a színészekkel öröm volt dolgozni, és hát a zenéről ne beszéljük, mert imádom a Bánk a zenéjét. Az énekeket, minden szó, de az egy kellemes film volt, nagyon élveztem csinálni, és kamerát úgy lehetett mozgatni, mert a zenének a ritmusára
mozdítottuk a kamerát állandóan. A kamera soha nem állt meg. És szóval nekem egy nagyon nagy élményem volt, és a filmet nagyon szeretem. Ez az előérzékenyítés, ez hogy történt? Laborba egy adott fényjel? Tehát ez a bizonyos előérzékenyítés, ez úgy történt, hogy a laborba egy adott fényjel előexponálni, és akkor utána kevesebb expozíciót kapott a film a forgatás során? Igen. Kérdést is betetted, és választ is megadtad. Igen, szóval az, hogy mondjam, nehéz volt eldönteni, hogy kell csinálni, de a labor azt elintézte, mert tulajdonképpen rettették a negatívot egy kopírozógépre. Egy folytonos kopírozógépre. Az nem kockánként csinálja azért a printet, hanem folyamatosan csinálja. Ami azt jelenti, hogy ráteszi az ember a kopírozógépre egy bizonyos fokú fényt, és azt végig vissza az ember az egész filmet. Veszélyes, mert hogyha valaki elront valamit, akkor elront valamit. És akkor nagyon veszélyes, hogy valami forgattuk, és ha nincs jó megvilágítva előtt, akkor újra vehetjük föl. Ez sajnos egyszer megtörtént velem az MGM-be, egy ilyen filmnél. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy elővilágítsuk a filmet, és ők nem akarták csinálni. Aztán végül rájuk beszéltem, hogy csinálják. Meg is csinálták, de az történt, hogy az első napon, amikor forgattuk, az egész anyag tönkre ment. Egy napi anyag. És erre azt mondták, hogy menjünk másik laboratóriumba. És mert ők ragaszkodtak tulajdonképpen a stúdió, hogy az ő laboratóriumban, az MGM-nek a laboratóriumában legyen a film előhívva. És mivel ők nem akarták csinálni, át akartam vinni a filmet Technicolorba. De aztán az MGM azt mondta, jó, megcsináljuk. És amíg ez az egy nap tönkrement, én mondhattam volna azt, jó, menjünk a Technicolorhoz. Ehelyett azt mondtam, hogy ne csinálják ezt meg, velük még nagyon kedvesek voltak, megcsinálták nekünk az egész filmet, hogy folytassuk így tovább. És mondtam nekik, hogy maradjunk, ez csak egyszer történt meg, többet nem fog történni. És elfogadták ezt, és tényleg nem történt utána semmi, minden úgy ment, ahogy kellett, és mindenki boldog volt a végén. De nem akartam elvinni máshol, mert nem lett volna egy jó dolog a laboratórium számára. Az én számomra se lett volna jó, mert akkor én rám kenték volna az egészet megint. Mint a harmadik típusnál, azt nem akartam. Ha nincs több kérdés... Még egy, hát ha lehet... Jó, legyen tényleg egy kérdés. Tehát, hogy ugyanezt a hatást digitálisan nem lehet elérni? Hát ugyanúgy lehet tologatni a színeket, szaturációt, saturation-t? Azt hiszem, hogy most a digitálisnál minden könnyebb dolgunk van, mert ha az ember megnézi a RAW filmet, ezt magyarul nem tudom, hogy a nyers, amikor megnézi az ember a nyers negatívot, az nagyon-nagyon lapos. Olyan lapos, hogy az fájó. De az kell nekik, hogy abban jó kópia jön. Tehát ez könnyen lehet változtatni rajta, hogyha az emberik is ilyen valamit le akar tenni. Szóval nem lenne probléma. De nem, hogy mondjam, stílusok változnak. Én nem is gondolnék ma arra, hogy elővilágítsak filmet, mert mondjuk az idő elmúlt. Annak idején filmre dolgoztuk, és a filmnél azt kellett, hogy csináljunk, mert másképpen nem tudtuk volna csinálni. Most a digitális nem megoldható digitálisan, szóval nem ragaszkodom ahhoz, hogy azt mit csináljuk tovább így. Hát, akkor csak az a tisztem, hogy itt megköszönjem Zsigmond Vilmosnak, hogy itt volt velünk és mesélt nekünk nagyon-nagyon-nagyon izgalmas történeteket és delikát részleteket az életművéről, és részben csak annyit szeretnék mondani, hogy
ez a fesztivál nagyon büszke arra, hogy Zsigmond Vilmosnak a sok-sok-sok nemzetközi és amerikai díj után adhatunk egy magyar életműdíjat. Én nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal jelentek meg ezen a mesterkurzuson. Örülök, hogy egy másik mester is itt előttem megjelent. Más én nem találok itt, senki tart, csak te ő eljött ide hozzánk, és köszönetet tartozom neki is. És Tehát Sára Sándor és Zsigmond Vilmos. Zsigmond Vilmos és Sára Sándor. Összvilágasztás fotósai szeretnek. A kettő legjobb operátor a világon. Köszönöm nagyon. Köszönjük mi is. Örülök, hogy eljöttek. Nagyon kedves voltam. Mondtam, hogy még meg, de már átadtam kezelésre a fiamnak, de azért még bor van. Egy idő után. De bor még van. May I get a picture to you together? Sure. I'm from Los Angeles. I'm today in New York.